Köszöntöm nézőinket, Önök Kaposmenti magazinunkat látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Lássuk, mit kínálunk a mai műsorunkban. Második alkalommal rendezték meg a civil gálát. Többek között az utak felújításáról is döntött a képviselőtestület Dombóváron. Nyílt napot szerveztek az Attalai iskolában. A kötélugrás szerelmesei adtak egymásnak randevút. Kilencedik alkalommal szervezték meg a Karászi Imre emléktornát. Dombóvár város önkormányzatának és a település civil szövetségének összefogásával ünnepelték meg a civilek napját. Az ünnepi műsor a helyi szervezetek előadásaiból állt, melyen többek között tiszteletét tette Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője és Szalai Bobrovnicki Vince civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár is. A civil parlament 1997-ben hozott döntése értelmében február 1-én a civileket ünnepeljük. Ehhez kapcsolódva Dombóváron immáron második alkalommal rendezték meg a civil gálát, amelyet a civil szövetség a település önkormányzatával karöltve szervezett meg. A városban számos olyan szervezet működik, akik több évtizedes múltra tekintenek vissza. Elsősorban dombovári egyesületek lépnek föl a mai gálaestünkön, a Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület gyöngykoszorú tagozata fog dalokat előadni, valamint úgy szinte Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület szenior tánc csoportja táncelőadást fog bemutatni a résztvevőknek, továbbá a helyi Gárdonyi Géza általános iskola pedagógusa és tanítványa fog egy zenés műsort prezentálni a résztvevőknek. Ezzel kívánjuk megünnepelni a Dombováron aktívan tevékenykedő és működő civil egyesületeket. A Dombováron rendkívül sok az aktív kulturális programot nyújtó civil szervezet. A civil gálán részt vett Szalai Bobrovnicki Vince, civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár is, aki elismerően szólt a gáláról, hiszen, mint fogalmazott, jellemzően nincs hagyomány a civil napi ünnepi rendezvényeknek. A helyettes államtitkár arra is kitért, hogy milyen pályázati forrásokat biztosít idén a kormány a civil szervezetek számára. A pályázatnak valójában 20 milliárdra, hiszen a NEA az valóban 11 milliárd ebben az évben. Ugye a döntések most már hamarosan meglesznek, a kollégiumi döntések. Most van éppen a tanácsülés, nem most éppen, de szóval a napokban, és ott eldől a nagyobbik része ennek a 11 milliárdnak. Akkor a többi ugye részben miniszteri keret, és aztán van két másik pályázati alapunk, ugye a városi civil alap, az egyenként 5-5 milliárd, tehát hogy így nézzük, akkor 20 milliárd dot is túllépjük. Mindenre lehet pályázni, tehát ugye a lényeg az az, hogy civil szervezetnek kell lennie, tehát alapítványnak vagy egyesületnek, amelyik pályázik. Bármilyen tevékenységre, amit hasznosak ítélnek meg a közösség szempontjából, és nyilván van a bírátoknál azt is figyelembe, hogy azt veszük figyelembe első helyen, hogy az a civil közösség számára mennyire hasznos, milyen értéket teremt, hogy tudja a civileket összehozni. Ez lehet kultúra, sport, egészségügy, szociális ügyek. Itt még csak nem is mindig az a kérdés, hogy mennyire tudja a civileket összehozni, hanem az, hogy a civilek mennyire tudnak például az embereken segíteni, akár most így a Covid idején. Tehát egyébként példamutatóan segítettek, tehát maszkokat vartak, ételt szállítottak, stb. Tehát nagyon jól dolgoztak. Az, hogy elég forrás, ilyen nem létezik. Tehát nyilván mindenből szeretnénk többet, de én arra személy szerint büszke vagyok, hogy annak idején 18-ban 5 milliárd valahány száz millió forinttal kezdtük a tevékenységünket, amikor Gulyás miniszter úrral elkezdtük ezt a munkát, és most tartunk több mint 20 milliárd forintnál. Tehát megnégyszereztük azokat a forrásokat, amelyeket kizárólag civil szervezetek kaphatnak a miniszterelnökség részéről. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője ünnepi beszédében megköszönte a civil társadalom munkáját. Ezelőtt 32-33 évvel, a rendszerváltás idején, mi a demokratikus átalakulás mellett döntöttünk. Ez azt jelenti, hogy az élet minden területére, az állam onnantól
kezdve nem próbálta kiterjeszteni a hatalmát, vagy a felügyeletét, vagy egyáltalán nem próbált eljutni, sem az önkormányzatok, és ezt az űrt töltötték be, vagy töltik be azóta is a civil szervezetek, hogyha oktatásra, kultúrára, egészségügyre, szociális szférára, sportra gondolunk, akár még sokszor a médiára is, akkor itt a hagyományőrzősre, akkor a civil szervezetek, illetve a különböző egyesületek, körök, alapítványok látják ezt a feladatot, és ezért nekünk hálásak kell lenni. Én magam is egyébként több civil szervezetnek voltam, és meg most is vagyok a tagja. Biztos a civil szervezetek nélkül is lehetne élet. Valószínű, hogy ugyanannyira lennénk gazdagok vagy szegények, az már mint egy-egy település, de azt gondolom, hogy a településnek a képe, a kulturális élete messze nem ilyen lenne. Mert hogyha megkérdezzük azt, hogy történik-e valami egy adott településen, akkor ez a történés legtöbbször a civil szférához kapcsolható. Fintér Szilárd polgármester, aki szintén meghívott vendégként vett részt az eseményen, a partnerséget, a hatékony együttműködést tartja a legfontosabb szempontnak az egyesületekkel, alapítványokkal kapcsolatos közös munkában. Az esti rendezvényt Pápai László és tanítványa Kintner Ádám nyitották meg ütős műsorukkal. Ezt követően a Domovári Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének Gyöngykoszorú csoportja adott elő egy dalcsokrot. A színpadi programok sorát színesítette Faragó Józsefné, Tóth Gáborné és Sátor Edéné egyéni produkciója, valamint a Senior Tánc csoport műsora is. Ezért, ha jár a lábod és miért ne tenné, ezért a táncba hívlak én téged is. Domovár életében mindig fontos szerepet töltöttek be a helyi civil szervezetek, az önkormányzattal karöltve számos programot, színvonalas rendezvényt valósítottak meg a tavalyi évben is. Az ünnepi műsort követő állófogadáson Tóth Zoltán civil tanácsnok, önkormányzati képviselő ezt a közös munkát köszönte meg a város civil szervezeteinek. A Dombóvári sportegyesületek számára jó hír, hogy a képviselő testület a tavaly duplájára emelt sportkeretet idén is a rendelkezésükre bocsátja. A pályázatok benyújtásának lehetősége már adott a szervezetek számára, melyek elbírálása március végén meg is történik majd. Ebben és még számos ügyben született döntés Dombóváron. Domovár képviselőtestülete 16 napi rendi pontot tárgyalt legutóbbi ülésén, ahol a sportszervezetek részére kiírandó pályázati lehetőségekről is döntés született. Kiírását előtte egyeztettük a civil tanáccsal és a sporttanáccsal, ez a pályázat ma már meg is jelent és elérhető a város honlapján. Nagyon fontos, hogy a képviselőtestülettel előzetesen egyeztetve úgy döntöttünk, hogy a tavaly duplára emelt sportkeretet szintén meg fogjuk tartani, és a civil tanács kérésének megfelelően, akik szerettek volna külön forrást kérni arra, hogy a közösségi rendezvényeiket egy közös alapból tudják finanszírozni, nem csökkentettük a pályázati összeget, hanem 1 millió forinttal tudjuk őket támogatni. Ez egy nem pályázható keret, ezt a civil tanács saját maga dönti el, hogy melyik közösségi rendezvényére használja fel. Nagyon fontos, hogy több mint 50 civil szervezet van ebben a versenyben, és több mint 50 sportszervezet. Természetesen a tavaly már jó megszokott mechanizmus alapján születik a döntés. Civil, illetve a sporttanács elnöksége a javaslat alapján fogja meghozni a testületi majd azt a határozatot, amely mentén részesülnek majd a szervezetek a megítélt támogatásban. Ez az alap ez egy hónapig lesz nyitva, nagyjából a március végi testületülésen fogjuk a bírálatot elkövetni és meghozni a határozatot. Az utak felújítása, karbantartása mindig egy sarkalatos pont az önkormányzatok életében, nincs ez másként Dombováron sem. Nagyon fontos, hogy az eddigi évektől eltérően már január elején megjelent az útfelújításos alap. Ez egy belügyminisztérium és pályázat. Ezt az alapot mi minden évben nagyon várjuk, hiszen Dombováron nagyon nagy szükség van az utak felújítására, hiszen azok állapota sajnos rossz. Minden lakó és minden utcában a legtöbb panasz az útra érkezik. Ebből adódóan az előző évekhez hasonlóan az idén is nagy mértékű önerőt vállaltunk ez a pályázathoz, hiszen az elnyerhető 40 millió forinthoz 62 millió forint saját erőt vállalt Dombovár városa. Ebből most már az évek óta elhúzódó
Dombavár szőlőegyet Kaposvólával összekötő tűzlepke sornak a felújítását tervezzük. Az eddig évek során ez az utca kimaradt, hiszen külterületen volt, tovább intézkedtünk és bevontuk belterületbe. Ez alapvetően az az út balesetekkor, illetve olyan közlekedési forgalmi korlátások mentén fontos, amikor Dombavárt el kell kerülni Kaposvár, illetve Pécs felől. Ez az az összekötő út, ami szinte mára már járhatatlanná vált. Ezen túlmenően néhány Dombavári utca felújítására pályáztunk még, és ez adja ki a 102 millió forintot. Nagyon remélem, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan a kormányzat, illetve belügyminisztérium nem változtat a jó szokásán, és Dombavárnak megítéli ezt az összeget, és március végén, április elején ezek a munkálatok elkezdődhetnek és be is fejeződhetnek, hiszen hosszabban beszélek róla, amit elkészül, ez csak forrás kérdése. Dombaváron elég sok a rossz állapotú út, így mérlegelni kellett, hogy melyek azok, amelyek felújítására szánnak majd ebből a keretből. A legrosszabbakat próbáljuk előrevenni. Alapvetően azokat az utakat próbáljuk mindig karbantartani, amelyeken a tömegközlekedés zajlik, vagy pedig, amit említettem már, ez a tűzlepke sor, amelynek akkor van szerepe, hogyha nem közelítető meg Dombavár is el kell kerülni. Nyilván vannak olyan utcák, amelyekben szórt makadám út van, azoknak a felújítását is el fogjuk követni. Ebben azt gondolom, hogy új Dombavár tekintetében a Mikes Kelemen utca volt a legrosszabb, ráesett a választás és a Dőrjúgó utcára, illetve Radnóti utcában volt még egy tavalyról elmaradt szakaszunk, azt szeretnénk befejezni ebben az évben. A képviselőtestület döntött a 2022-es rendezvény naptárral kapcsolatban is, így biztos nem maradnak programok nélkül, idén sem a dombováriak. Iskola nyitogató programot szerveztek a leendő első osztályos gyermekek és szüleik számára az Attalai Általános Iskolában. Az oktatási intézmény egy évszünet után tavaly ősszel nyitotta meg ismét kapuit. Jelenleg 14 első osztályos gyermek tanul az iskolában, két pedagógus vezetésével. A kis létszámnak köszönhetően nagy hangsúlyt kap a személyre szabott fejlesztés, valamint a természetközeliség és a hagyományok tisztelete. A nyílt napon az érdeklődők bepillantást nyerhetek az iskola falain belül zajló mindennapi életbe. A Talából és a környező településekről is várták a leendő első osztályos gyermekeket, valamint szüleiket az iskola nyitogató programra. Az oktatási intézmény egy év szüneteltetés után tavaly szeptemberben nyitotta meg újból kapuit. A 14 elsős ekkor már egy felújított épületben kezdhette meg általános iskolai tanulmányait. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy újra a leendő elsősöket fogadhatjuk egy iskola nyitogató keretében. Itt próbálnak most a tanárok megismerkedni egy kicsit a leendő elsősökkel, és természetesen a szülőkkel is, hiszen ebbe az iskolába a családokat próbáljuk meg befogadni, és nem csak az egyes gyerekeket. Ezt az iskola nyitogatót, hát természetes, hogy a Facebookon ugye hirdettük, és próbáltunk minden olyan óvodát megkeresni, akik esetleg olyan gyerekekkel foglalkoznak, akik jöhetnének ide az Attalai Általános Iskolába. Azt gondolom, hogy egy nagyon jó kis közösség alakult ki most az első osztályosok körében. Nagyon jól vették az akadályokat, jók az eredmények, a félévi eredmények is, és hát nagyon bízunk benne, hogy a következő első osztály is hasonlóképpen fog majd végezni. A kis létszámú osztályt két pedagógus tanítja. Fontos a személyre szabott fejlődés és a falusi iskola révén a természetközeliségre, valamint a hagyományok tiszteletére, ápolására is nagy hangsúlyt fektetnek. Nagyon sok programon vagyunk túl, igyekeztük a gyerekeknek ezt a fél évet élményekkel telivé varázsolni. Voltunk az Állatok Világnapján a Madárvártán, velük kirándulni, aztán részt vettünk a falu által szervezett Mártonnapi felvonuláson, volt nálunk a Mikulás, volt karácsonyi műsorunk, tehát igyekszünk mindig valamit az ünnepekhez kapcsolódóan szervezni nekik. Nagyon szeretnek a gyerekek ide járni, ez valószínűleg köszönhető annak is, hogy igyekszünk tényleg az óvodaiskola átmenetet zökkenőmentessé tenni azzal, hogy rengeteg játékot viszünk be az oktatásba. Mi a mai nyílt napon is erre törekedünk, hogy bemutassuk a mi iskolánkat, bemutassuk azt, hogy mi hogyan képzelünk el ma egy falusi iskolát. A mi koncepciónk a falusi iskola koncepciója. Szeretnénk, hogyha a gyerekek a természetközeli élményben, nyugodt környezetben játékosan tanulhassanak. Amikor elkezdtük ezt a munkát a feleségemmel, sokan óckodtak vagy féltettek minket attól, hogy minden nap együtt dolgozzunk. Mi mindig azt válaszoltunk, hogy mi nagyon szeretünk együtt dolgozni. Mi nekünk ez a legtermészetesebb környezetünk, közegünk, amikor együtt dolgozhatunk. Nagyon sok tapasztalatot tudunk megosztani. És amikor kettőben vagyunk az órákon, ugyanis mi mindig ben vagyunk a gyerekekkel az órákon,
bármelyikük is tartja bármelyik tantárgyat, akkor nagyon gyorsan veszük észre, ha valamelyik gyermek segítségre szól, és nagyon könnyen tudjuk megbeszélni egymás között, hogy ki milyen tapasztalatot szerzett az adott gyermekkel kapcsolatban. A nyílt napra érkező szülők és gyermekeik az iskola falain belül zajló mindennapi életbe nyertek be pillantást. Igyekszünk a gyerekeknek az aktuális lelki állapotához igazítani a tanulást. Minden reggel beszélgetőkörrel kezdjük a napot, amikor is megtudjuk, hogy érzik magukat, kialudták-e magukat, milyen élményekkel jöttek. Ez nagyon sokat segít egyrészt abban, hogy tudjuk, hogy hogyan kell hozzájuk állni, másrészt abban, hogy ők is megtanulják egymást meghallgatni, megtanulnak beszélni az érzéseikről, megtanulnak odafigyelni egymásra. Mi azt gondoltuk, amikor ezt az iskolát megnyitottuk és elkezdtük működtetni, hogy a gyermeknek a saját környezetébe való nevelés, oktatás, az ismert környezetbe való érkezése nagyon megkönnyíti az első osztály, illetve az első évek elvégzését. A szülőknek pedig azt tudjuk javasolni, hogy látogassanak minél több nyílt napot, menjenek el minél több iskolába, hiszen így juthatnak elsődleges információhoz. Azt gondoljuk, hogy nem szükséges eldönteni, hogy mit tanuljon a gyerek, mi legyen abból a gyermekből, hiszen az évek során ezerféle módon, ezerféleképpen változik. Azt kell mérlegelni, hogy hol érzi jól magát a gyermek. És a nyílt napok erre nagyon sok lehetőséget és jó lehetőséget biztosítanak, bármely iskolába menjen el a szülő. Az iskolában tanuló gyermekek nagy része helyi, de a szomszéd településekről is érkeznek tanulók. Egyre nagyobb az érdeklődés az Atalai Oktatási Intézmény iránt. Dombóváron rendezték meg a Tolna megyei kötélugró diákolimpiát. A rendezvényen összesen 24 fiatal sportoló mérte össze tudását 6 korcsoportban. Korcsoportonként az első 3 helyezett kivívta magának a jogot, hogy az országos diákolimpián is indulhasson. Egyéni és páros versenyszámokban mutatták meg ügyességüket és tudásukat a fiatal sportolók a Tolna megyei kötélugró diákolimpián. A versenyt első ízben rendezte meg Dombováron a helyi kötélugró sportegyesület. 24 diák jelent meg versenyzőként ezen a versenyen. A és B kategóriában lehetett nevezni, egyéni, illetve páros versenyszámok vannak. 6 korcsoportban, tőlünk minden korcsoportban részt vesznek, illetve a másik csapat, ugye Tamásiból érkezett, ott 3 korcsoportban tudnak jelen lenni. A versenyre Tamásiból is érkeztek fiatalok. Mi testnevelők, edzők állandóan kapcsolatban vagyunk egymással, a versenyt már előzetesen mi már szerveztük, megbeszéltük, hogy hogyan, miként oldjuk meg, időpontot megbeszéltük, és a tímjával nagyon szépen össze tudunk dolgozni, és évek óta most már készülünk a versenyekre. Most korlátoztuk a lehetőséget, mert a vírus helyzet azért nem szerencsés, és 6 gyerekkel jöttem elsőtől negyedik korcsoportig. Milyen eredményeket vár a mai naptól? Elsősorban jó hangulatot. Rutinos versenyzők és első ízben megmérettető ugrókötelesek egyaránt pályára léptek. Idén évvégén lesz 7 éve, hogy ugróköteles. És milyen sikereid voltak? Hát, ha jól emlékszem, elsőben voltam először diák olimpián, ott 5. lettem, de utána lettem még 3., és párosban is szoktam indulni, ott meg már 2-szer lettünk 2. És a mai napról miért számítasz? Hát nem tudom, miért, mert még nem adtuk elő a páros, csak a duplázásokat, de szerintem azok jól sikerültek valamennyire, és hát várom a verseny végét. Hát én is idén lesz a 7. éve, hogy ugró kötelezek. És milyen eredményeid vannak? Hát a legjobb eredményem az az országos 3. helyezett, ott is párosba indultam. Meg van ezüstérmem, aranyérmem. És a mai nap? Hát remélem jó eredményem lesz. Elég sokan vagyunk most, vannak kezdők is, van, aki csak 2 hete ugrál, de úgy gondoltam, hogy egy tapasztalatszerzésként mindenképpen jöjjön el és próbálja ki magát, illetve a versenyzést. És úgy gondolom, hogy a 18 versenyzőnkből 15-öt az országos diákolimpiára el fogok tudni vinni. A verseny első 3 helyezettje érmet kapott, valamint tovább jutott az országos kötélugró bajnokságra. A Dombovári Egyesület fiataljai egyéni versenyszámban 7 arany, 7 ezüst és 3 bronzérmet szereztek. Páros kategóriában 3 arany, 1 ezüst és 1 bronzérmet zsebeltek be.
A szorgalmas és kitartó gyakorlás mindig meghozza gyümölcsét. A kötélugrók rendszeresen jól szerepelnek a hazai és nemzetközi megmérettetéseken. Egy évben körülbelül 4 országos bajnokság kerül megrendezésre itt Magyarországon, itt az mellett nemzetközi és világbajnokságokat is szerveznek. Amikor tudunk, akkor mindegyiken részt veszünk. Ugye most a pandémia miatt van, hogy sokkal kevesebb létszámban, mint ahogy tervezzük, de azért a legjobbakkal próbálunk mindig elmenni. Az országos bajnokságokról a legjobb eredmények, ugye számos országos bajnoki cím, második, harmadik helyzet, egyéniben és csapatbajnokságban is, és a nemzetközi versenyekről is nagyon szép eredményekkel szoktunk hazajönni. A legutóbbi világbajnokság az nyáron virtuálisan került megrendezésre, ott 3-an tudtunk részt venni. Nem akarok hazudni, de ha jól számolom, akkor 6 darab aranyéremmel, 2 ezüstéremmel és 3 darab ötödik helyezéssel fejeztük be ezt a világbajnokságot. A Jumpers kötélugró sportegyesület jelenlegi formájában 2019 óta működik Dombováron. A taglétszámuk folyamatosan növekszik, szívesen fogadják a mozogni vágyókat életkortól függetlenül. Továbbra is várják az önkéntes felajánlásokat, anyagi támogatásokat, amely a működéshez és a versenyeztetéshez szükségesek. A Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola idén már 9. alkalommal rendezte meg a 7.-8. osztályosok számára a Karászi Imre emléktornát. Ezúttal 3 dombóvári, valamint a Vásáros Dombói és a Mágocsi iskolák csapatai mérkőztek meg egymással. A Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola sportcsarnokát 2011-ben újították fel, azóta viseli az egykori testnevelő Karászi Imre nevét. Munkássága előtti tisztelgés jelképeként rendezik meg azóta is az ő nevét viselő futballtornát. Idősebb Karászi Imréről nevezték el ezt az emléktornát. Sajnos 2011-ben itt hagyott bennünket, én testnevelem is, és nagyon sokunké, és ezt a csarnokot munkahelyén használta, mint ahogy mi is, és akkor jött az ötlet, hogy legyen egy csarnokavató, és utána ez a 9, tehát összesen 10 Karászi Imre emléktorna volt eddig, és 6 csapat részével szokott ez ellenni, 2-3-as csoportban, a körmeccs, és utána pedig a helyosztók. Nagyon komolyan veszik, sőt volt egy vándorselleg, az már tavaly előtt elvitték a mágocsiak, az 3-szor nyerték meg hozzá, mi egyszer nyertünk 16-ba, és most sikerült utolsót megnyernünk. Aztán hol így, hol úgy voltak a győztes csapatok, de az emlékserleg, a vándorselleg az ugye mágocsi, de mindenki kapott mindenki serleget, az első 3 helyezett minden évben, és kisebb Karászi Imre az édesapja tiszteletére, gondolom az emléklapot láttátok, azt minden résztvevő kap egy ilyet emlékbe, hogy ezen a tornán részt vett. Első helyezett lett a belvárosi iskola, a mi iskolánk, második nagy küzdelemben a Vásárodombó, harmadik Mágocs, és negyedik pedig a Kisgimi, tehát a I.S. Gyula gimnázium, ötödik pedig a Gárdonyi. Dombóvár város önkormányzatának támogatása mellett a kupa védnöke, ifjabb Karászi Imre biztosítja minden évben a díjakat. Az egyik legfontosabb, hogy például Dombóvára ő hozta be a kézilabdát, ugye most nem arról szólt, elsősorban kézilabdaedző volt, aztán később ilyen atlétika és labdarúgóedző, ami talán a legnagyobb nyomot hagyott bennem, hogy az egész pályafutását tornaterem nélkül végezte. Többek között engem is tanított, nem egy hálás dolog, mert nem kivételezett velem, duplán kellett teljesítenem, és az Zrínyi iskola folyosóin tanultam meg én is a szekrényugrást, meg az egyéb dolgokat, ami ilyen téli sportnak számított a torna részt tekintve. És hát úgy is lehetett elérni eredményeket, mivel én is testövő tanár lettem. Számos neves sportoló útja indult Dombóvárról, akikre méltán büszke a város. Hát Dombóvár város számára roppant fontos az, hogy akik itt éltek és itt tevékenykedtek, és a róluk elnevezett emléktornákat megtartsuk. Azt gondolom, hogy a mai világban a mi fiataljainak úgy tudunk igazán például